Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. Állománygyűlést tartott a történelmi vitézi rend Közép-Magyarország keleti törzszéke Gödöllőn, a Premontrei Szent Norbert gimnázium aulájában 2014. november 14-én. Vitéz Hunyadi László a történelmi vitézi rend főkapitánya nyitó beszédében a magyar nemzet iránti örök hűség fontosságára hívta fel a figyelmet. Azért jövünk itt, hogy ezt a nemzetet egy olyan irányban próbáljuk megtartani vagy vezetni, amelyik hitünk szerint üdvözítő és minden magyarnak egy reménytelen és boldog hazát fog gyűjteni. Egy percig sem gondoljuk azt, hogy hátra dőlhetünk a székbe, egy percig sem gondoljuk azt, hogy ez már a távol. Valahol a távolban talán tudjuk, hogy ott hol a Kádán, de addig még nagyon sokat kell menetelni. Nagyon sokat kell menetelni, és ez türelem, erő, az a kitartás és az a hűség kell, amelyet ti képviseltek. Én kevés olyan, vagy talán nem is tudok mondani olyan nemzeti vagy társadalmi szervezetet, amelyik ennyire eltökélten és ennyire exaktul a nemzet sorsáért működik. Egyébként nem véletlen, hogy a Szent Koronára tesszük a fogadalmi estünket. És itt meg kell említenem azt, hogy bár kemények a szavak, de talán megbocsátjátok ezt nekem, hogy mi magunk tehetünk a magunk bajáról. Hiszen elődeink nagy reményű és nagy hívű álmokat szőtek és terveztek akkor, amikor visszatelepedtek ebbe a Kárpát-medencébe. Hogy miért mondtam ezt, hogy visszatelepedtek, ezt mindenki jól tudja már, hiszen magyarok vagytok, de hogy ez egy nem egy biztosan átgondolt, stabil, meggyőződéses lépés volt, azt onnan tudjuk, hogy megpróbálták ezer év alatt bebizonyítani nekünk, hogy rosszul választottuk. Ezt az ezer éves munkát szeretnénk mi a következő ezer évben folytatni, ezt a rosszul választást, és megtartani minket Isten irgalmában újra itt a Kárpát-medencében ezer esztendőig. Közép-Magyarország keleti törzszékének idén avatott tagjai pár szóban bemutatkoztak az állománygyűlésen, majd Novák Gyula nyugalmazott tanár tolmácsolásában idézték meg a rend tiszteletbeli vitézét, Vas Albertet. Vas Albert, adjátok vissza a hegyeimet, a részletek. Uram, akik a világ dolgait igazítjátok, adjátok vissza a hegyeimet. Bevallom őszintén, nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdésétek, sem nagyszabású elgondolásaitok, melyekkel az ember milliók sorsát rendezni kívánjátok. Nem érdekelnek az ember milliók sem, egy érdekel csupán. Adjátok vissza a hegyeimet. Mert bármit is mondjanak a tudósok, a fiskálisok és a katonák, azok a hegyek az enyémek, mint hogy én is hozzájuk tartozom attól a perctől kezdve, hogy megszülettem ott a lábok alatt van a kis házban, és ők benéztek hozzám az ablakon. Nem telekkő szerint voltak az enyémek, az igaz. De enyémek voltak Isten rendelése alapján azáltal, hogy ott születtem, és ott lettem emberré. Adjátok vissza a hegyeimet. Nézzétek, urak! Ides tova! 50 esztendeje már, hogy belerángatottak engem ebbe a játékba. Játszottatok az én bőrömön háborút és országosztást. Ide-oda ajándékoztatok engemet és a hegyeimet, mint hogy a gyerekek ajándékozzák a játékszereket egymásnak, és én 50 esztendeig engedelmesen játszottam nektek mindent, amit csak parancsoltatok.
kisebbségi sorsok, megaláztatást, elnyomatást, üldöztetést a nyelven sajtán miatt, felszabadulást és katonázni, játszottam háborút, lelkesedést és halálfélelmet, rámenés bátorságot és fejvesztett menekülést, játszottam kétségbeesést, fájdalma dőlt, elvesztett háborút. Elvesztett otthont, és elvesztett családot, csikorgó fogú bosszúvágyat és hadifogságot. Játszottam hontalan bujdosást, magányos kóborló farkas sorsot az emberi rengetegben. Urak! Nekem elég volt. Én nem játszom tovább. Adjátok vissza a hegyeimet. Nem mondjátok, hogy keresek magamnak helyet máshol a világban, mert nincs ennek a világnak helye, ami az enyém volna azon az egyen kívül. Nem mondjátok, hogy befogadtok ebben vagy abban az országban, mert nincs nekem azokban az országokban semmi keresni való. Nem mondjátok, hogy lelek magamnak hegyet a Cordillerákban vagy a Sierra Nevadán, mert más hegyei azok, nem az enyémek. Számomra nincs szépségük és nincs békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza az én hegyeimet, és azt sem mondjátok, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ez a sorsa. Mert milliók váltak földön futókán játékaitok során, és én csak egy vagyok a milliók közül. Számomra nem vigasztalás, hogy millióknak fáj ugyanaz, ami nekem. Magamnak fáj, ami bennem fáj. Adjátok vissza a hegyeket. Az állománygyűlésen kitüntetések átadására is sor került. A történelmi vitézirend a helytállásért, bátorságért kereszt első fokozatát ítélte professzor Ángyán Józsefnek a magyar föld és a magyar gazdák érdekében nyújtott áldozatos munkájáért. A törzsszéki elismerések átadásán azok a személyek részesülhettek a kitüntetésben, akik a közép-magyarországi régióban nyújtottak elismerésre méltó cselekedeteket. A díjban Celler Karola, Varga Árpád és a Gödöllői Református Líceum két nagyra becsült tanára, Dankó István és Csobán Pál részesült. A rend elismerő oklevéllel jutalmazta Székely András Bertalant és a frissen felavatott Szőke házaspárt. Továbbá törzskapitányi felterjesztés után idén 8 személy vehette át személyesen a Nemzetvédelmi Kereszt bronzfokozatát a rendben nyújtott áldozatos munkájáért és a magyarságnak tett szolgálatáért. Dr. Vitéz Bucsi László, a történelmi vitézi rend Közép-Magyarország keleti törzszékének vezetője, képes összefoglaló keretében számolt be a törzszék elmúlt egy évének eseményeiről. A rend összességében 53 rendezvényen képviseltette magát. Azt tudjuk ugye, hogy a kitörésre emlékezve, illetve a kitörés után a Mány körzetébe eljutott magyar honvédekre, illetve az elesett katonákra emlékezve minden évben a becsület napján egy komoly rendezvényt rendezünk Mányon, ami több helyszínen zajlik, ugye hát itt a vagy a katolikus, vagy a református templomban először, utána egy kis menetelés van a 14-es, 18-as emlékműhöz, és utána pedig a kitörés emlékkövénél ér véget ez a rendezvény, és utána pedig egy egészen elképesztő baráti vendéglátásban van minden évben részünk. Idén is meg lesz ez a megemlékezés, ez a rendezvény, és a mányiaknak már most tolmácsolhatom a meghívását, hogy aki csak tud, jöjjön el, mert tényleg egy felemelő esemény, ami után egy ilyen baráti bajtársi együttlétre van mód. Ez a március 15-i esemény előtti koszorúzás. És hát több lovas képet nem igazán teszek bele, mert már egyszer azt mondták, hogy mi az itt a vitézi rend átalakult lovas szakosztályá, úgyhogy csak erről adnék egy néhány képet. Azt kell mondjam, hogy az elején, ahogy látták, az első 4 lovas az mind a rendnek a tagja, és ez gyakorlatilag mi rendezzük meg ezt a hatalmas rendezvényt. Óriási rendezvény, óriási munka, óriási felelősség. És azt hiszem, hogy a jelenlévők részéről is, meg a város részéről is osztatlan elismerést várt ki mindig, és a végén mindig a vitézi fogat zárja majd a felvonulást. Itt általában ilyen 150 ló körül
van a lólétszám, és ez természetesen fogatokra és hátas lovakra vonatkozik. No, itt a legifjabb vitézünk, a Légrádi Lilla, vitéz Légrádi Lilla a két úr között lovagol, ez a pici pedig a Koppány. Úgyhogy ez a gyerek már most ül a lovon, ahogy azt hiszem, hogy Magyarországon pillanatilag ilyen korba senki. Az állománygyűlés zárásaként dr. Vitéz Bucsi László törzskapitány, az alegységek vezetőihez szólt, összegezte munkájukat, majd a tisztségviselőkkel együtt közösen mondták el a rend hitvallását, a Horthy korszak nemzeti imáját, a magyar hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hatalmon, hiszek egy Isten örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen.